Ma két csodás, nem túl közismert helyet fogunk bejárni, ami szinte egy karnyújtásnyira található Budapesttől. A velencei tó környéke egyre menőbb. Itt található ugyanis a nemrég felújított Dabasi halászkastély, amit véletlenül se Dabason keresünk, hanem Kápolnásnyéken. Az épületet 1810-ben Magyari Kossa Péter építette, akkor még klasszicista stílusban, és aztán házasság révén került a Dabasi halász családhoz. Úgyhogy a Dabasi halász az a család neve volt, és tulajdonképpen az épület is erről kapta a nevét. Mára azonban úgy döntöttünk, hogy a Dabasitól megválunk, mert nagyon sokan kerestek minket Dabason, és nem voltunk ott. Úgyhogy most már halászkastély vagyunk, illetve Kápolnásnyéki halászkastély. A megújult halászkastély másfél hektáros kerttel rendelkezik, és egy modern eseményközpont is tartozik hozzá. Szóval ez itt a kert. A kastély parkja is teljesen megújult, és nagyon szép szobroknak, klassz embereknek ad helyet, és reméljük, hogy ez bővülni is fog ez a gyűjtemény. Közéleti, irodalmi figurák. Valahogy így. Csatornánk névadója, Mr. Petőfi. Ő is itt van. Ez itt egy József Attila szobor, kortárs. A halászkastély állandó és időszaki kiállításoknak is otthont ad. Most éppen a szolnoki művésztelep kortárs művészei mutatkoznak be ezen a tárlaton. Amit nagyon fontosnak érzünk, és minden évben szeretnénk bemutatni valamilyen kortárs művészt vagy művészeti csoportot, hogy mindenki láthassa, hogy mennyire aktív és élénk művészeti élet zajlik Magyarországon. Itt Kápolnásnyéken összesen két darab bútordarabot sikerült megtalálnunk azokból a szépséges darabokból, amelyek valaha díszítették ezt az épületet, a mögöttem látható tálalószekrényt és az előttem látható tükröt, illetve a családdal nagyon élénk kapcsolatban vagyunk, az utolsó tulajdonos Halász Gedeon két unokája még él, úgyhogy ők rendszeresen visszajárnak, és tőlük kaptuk azt a nagyon gazdag képanyagot, amelyet itt a falakon láthatunk, és amelyből sikerült összeállítani ezt a helyes kis kiállítást, és itt látható a tárlón az én kedvenc képem, ahol az édesanyja és a három gyerek meg a kiskutyájuk a parkban pihennek. Úgyhogy szerintem ez nagyon szépen visszaadja azt, amit azóta is érzékelünk, hogy egy igazán szeretetteljes, boldog és idilli élet zajlott itt az 1910-es évektől egészen a II. Világháború kitöréséig. Mediterrán hangulatú, romantikus, rusztikus helyszín a Duna közvetlen szomszédságában, Leányfalun. Ez a Zorg villa, no de honnan a neve? Zorg Antal egy kétkezi munkásként kezdte pályafutását, és az 1900-as évek elején hirtelen a kora leghíresebb építési vállalkozójává vált, Budapest legnagyobb épületeit ő építette, és ő vásárolta meg 1939-ben az itt található villának az ősét, és ezt a villát építette át 1941-re fia számára, ifjabb Zorg Antal számára, aki kint tanult Argentinában korábban, és ott szeretett bele ebbe a stílusba, ebbe a neokoloniális stílusba, és a Zorg családnak volt ez egy villája 1944-ig, amíg a háború következtében el nem kellett hagyniuk Magyarországot. Historizáló műemléképület, macskaköves belső udvar, és ott egy szarvas. A Zorg családon kívül nem akárkik sétálgattak az épület falain belül. Ez az épület kormányüdülő volt 1949-től. Előtte már Tildy Zoltán, köztársasági elnök is itt nyaralt sok esetben, majd pedig később a párt elitje, Rákosítól kezdve Kádárig rendszeresen megszállt ebben az épületben. Kulturális rendezvény, kiállítások, koncerteket is tartottuk már itt, kiváló díszlet egy megfelelő lakodalomhoz, úgyhogy nagyon szeretik a fiatal párok, és emellett pedig még filmforgatások is vannak, a filmesek is nagyon szeretik, szintén azért, mert Budapesthez közel van, és hát ilyen épület Közép-Európában nincsen másik.